Számos jó sikerült, a falut azonnét elszármazottakat is megmozgató rendezvény után a kisdorogiak is 5 évvel ezelőtt kitaláltak maguknak egy olyat, ami a gasztronómián keresztül mozgatja meg, hozza össze a helyieket. Ez lett a Nudeltag, a Nudel nap, pontosabban a Nudel Fesztivál, amely házi készítésű tésztaételeket helyez reflektorfénybe, megspékelve mindezt a helyi kultúrába. Voltak olyanok is, akik otthon készítették el nudliukat, mások a helyszínen pavlovi reflexeket megmozgató módon mutatták meg, hogyan is készül a félig meddig titkosnak nevezhető, de még nem levédett angyalbödör. Falun nagyon egyszerűen ételt készíteni, mert ha a nudlihoz, ami finomság van a hegyben és a kertekben, azt mind beletettük. És aztán még a fiúk felmentek a kamarába, és hoztak le szalonnát is, és belevágtuk azt is. Egy nagyon finom ételről van szó, ami olcsón előállítható. Elvégre víz, só, cukor, tojás minden háztartásban kell, hogy legyen. Pénztárca kimélő, igen, mert nem drága az alapanyag, amit... Tehát megtermeltek, meg most mai napig is meg lehet még termelni otthon. Miközben kóstolásra várakoztak az egyéb házi készítésű különleges tésztafélék, többek között a sütemények, torták is, Pünkösthöz méltó német nemzetiségű folklor műsor zajlott a sátras nagyszínpadon. A kisdorogiak, a teveliek, az egyházas kozáriak mellett új fellépők voltak a hajósról érkező fúvósok és táncosok. A hajósi ének és tánccsoportot is meghívtuk, igyekszünk átnyúlni a megyénken túl is, ilyen jó kapcsolatokkal.